Megemlékezés a Kovács kapunál, a karcagi huszár ezredesre emlékeztünk, természetvédelem. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. május 25-én 18 óra 5 perckor. A Kovács emlékkapunál a Kovács Mihály Huszár Bandérium tagjai álltak dísz sorfalat, játszott a Nagykun Honvéd banda. Az emlékkapunál a körzet lakói nevében Pánti Ildikó önkormányzati képviselő szólt néhány gondolatot. Kovács Mihályról s a róla elnevezett iskola hagyomány ápolásáról és arról, hogy a 8-as számú választókörzet lakói is tisztelik a karcagi hős emlékét. A jeles huszárról dr. Pintér Zoltán Árpád, a KMBTE elnöke az alábbi gondolatokkal emlékezett meg. Kedves megemlékező, ha egyetlen szóval kellene kapcsolatot vázolnom a Kovács Mihály általános iskola, a hasonnevű huszárbandérium és egyesület, valamint ezek névadója között, alig hanem a példamutatás kifejezést választanám. Fabrici Kovács Mihály életét épp úgy a haza és a szabadság szolgálatának szentelte, mint tesszük azt ma egy talán békésebb, de épp úgy kihívásokkal teli világban. Van, ami évszázadok után is változatlan. Határaink mentén most is a pusztítás szele fúj, de legtöbbünk már nem a honvédelemben, hanem más területeken és másképp szolgálja szűkebb, tágabb hazáját, mint szolgált a 2,5 évszázad a Fabrici Kovács Mihály. Mégis bátor és hazájukért a tűzbe menő emberekre épp úgy szüksége van ma a nemzetnek, mint volt 2,5 évszázada. A hely, ahol most állunk, szimbolikus jelentőséggel bír, innen a szűkebb környékről szökkenhetett szárba egy karcagújszállásra betelepült köznemesi família ifjú tagjának karrierje, közvetlenül a Jászkun önmegváltás a redemció előtt. Tisztelt hallgatóság! Kovács Mihály egyike a nemzetközileg is ismert magyar katonatiszteknek. Osztrák, francia, orosz, lengyel és amerikai katonai szolgálatairól szó szerint több száz forrás maradt fent, aki ezekbe belemerül, úgy ismeri meg Kovács jellemét, mint saját tenyerét. A nehézkes, katonaerényekkel teli, nemes szívű és elképesztően bátor katona harcolt mindkét úgynevezett sziléziai háborúban, azaz az osztrák örökösödési és a 7 éves háborúban. A történelem fintora, hogy a 18. századi háborúk sajátossága, hogy mind a porosz, mind a dunai Habsburg haderőben szolgált és ért el kiemelkedő teljesítményt. Kalandos élete sohasem tartotta sokáig egy helyben. Talán napjainkban különös érdekesség, hogy 1773-ig körülbelül 16 ezer lengyel katonát képzett ki az oroszok elleni függetlenségi harcra. Élete utolsó nagy kalandja azonban 1777-ben, 53. életévében vette kezdetét, mikor áthajózva az óceánon George Washington főparancsnok katonájául szegődött, Kazimierz Pulaski lengyel gróf harcostársaként, az amerikai könnyű lovasság kiképzőjeként. A végzet könyvébe közel egyszerre vezethették be Kovács és fegyvertárs parancsnoka Pulaski gróf nevét. Kovács Mihály 1777. május 11-én Charlestown sáncainak előterében, a lengyel gróf alig pár hónappal később, október 9-én vesztette életét a Savanna visszavételéért zajló hadművelet során. Kettejük közös munkája a magyar-lengyel fegyverbarátság révén a lovasság fegyvernemének csillaga magasra ívelhetett az amerikai kontinentális hadseregben. Pulaski grófnak, mint lengyel nemzeti ikonnak és mint szabadsághősnek óriási kultusza épült ki az óceán mindkét partján, a lengyelországi Varkától Philadelphiáig, New Yorkig. 2009. november 6-án a gróf halálának 235. évfordulóján Barack Obama elnök Pulaski gróf számára a tiszteletbeli állampolgárságról szóló okmányt is aláírta. A kongresszus határozata szerint többek között Charlestown 1779. évi felmentéséért. Sajnos e prezidenciális kegy
elkerült-e a mi karcagújszállási hősünket, aki legnagyobb kincsét, nemes életét áldozta ugyanezért, akit halála után közel 150 évig elfelejtett a művelt világ. Az, hogy ma magyar nemzeti hősként, a szabadságküzdelem mártírjaként, öt nemzet, két kontinens harcosaként emlékezhetünk a karcagi Fabrici Kovács Mihályról, számos történész, újságíró, művész és hazáját tevőlegesen szerető honfitársunk közös érdeme. Tisztelt megjelentek! Fabrici Kovács Mihály egyike volt azon karcagi a közösségének, akik ország és világ előtt ismerté tették a települést, a lakosok büszke és konok jellemét, acél akaratát. Úgy hiszem, teljesen nem hal meg az, akire az utána jövők még tiszteletteljesen emlékeznek. Nekünk, karcagiaknak szóljon a nap az emlékezésről, szóljon a tiszteletadásról, és jelentsen a nap büszkeséget közösségünkben. Majd a jelenlévők elhelyezték koszorúikat az emlékkapunál. Koszorúzott a KIAMI vezetése, a KMBTE vezetése, a Kovácsos Gyermekekért Egyesület vezetése, a Karcagi Nagykun Bajtársi Egyesület vezetője is. Ahogy Európa és a nagyvilág csatamezőin évszázadokon át köszöntötték egymást a hazájukból elszármazott magyar huszárok, úgy köszöntöm ma én is önöket. Erőt, tisztességet, kezdte ünnepi beszédét a Kovács Mihály iskola előtt dr. Pintér Zoltán Árpád, a Kovács Mihály Baráti Társaság Egyesület elnöke. Köszöntöm nézőket, dr. Pintér Zoltán Árpáddal beszélgetünk itt Kovács Mihály huszár ezredes emlékműve előtt. Azt gondolom, hogy Karcagon ma nem nagyon van sok olyan ember, mint ön, aki ennyire ismeri a huszár ezredes életét, hiszen több évet töltött ennek a tanulmányozásával. Ha egy mondatban kellene a fiataloknak jellemezni, hogy milyen volt Kovács Mihály huszárezredes, hogyan foglalná össze? Tisztelettel köszöntöm a kedves televízió nézőket, és előre bocsájtom, hogy egy mondatban nehéz lesz, de megpróbálom. Szívből kívánom azt, hogy legyen sok olyan helyi, vagy egyébként a világ bármely tájáról származó fiatal, aki egyszer jobban fogja ismerni Kovács Mihály pályáját, mint én, de valóban én vagyok talán az egyike azon kutatóknak, aki a legjobban ismerik ezt a pályát. Egy mondatban nehéz, de hogyha mindenképpen kapcsolatot kellene vázolnom, akkor azt mondom, hogy Kovács Mihály élet az a példamutatás köré szerveződött, hiszen katonai kiképzőként, csapattestparancsnokaként neki saját katonái, saját kiképzettjei előtt példát kellett mutatni, és tulajdonképpen ő valószínűleg életében nem gondolta volna, hogy egy olyan példát fog örökül hagyni, amit évszázadokkal később, lassan három évszázaddal később egy róla elnevezett iskola, annak hagyományai, egy róla elnevezett egyesület, egy róla elnevezett bandérium ápol és követ. A jó példa pedig úgy látszik, hogy évszázadokon is átöröklődik. Én úgy gondolom, hogy a mai karcagiaknak, sőt a mai generációnak tiszteletben kell azt tartani, hogyha van egy olyan személy, van egy olyan múltbéli alakja karcagnak, aki nemzetközileg ismert, és aki alkalmas arra, hogy ország és világ előtt reprezentálja Karcagot és Kovács Mihály személyét közvetve, akkor nekünk ezt az emlékezetet ápolni kell, és úgy gondolom, hogy egy személy teljesen nem hal meg addig, amíg az emlékezetünkben fennmarad. Úgyhogy azt kívánom, hogy még sokáig, sok évszázadon keresztül, akár a helyiek, akár a világ bármely pontján tisztelettel szeretettel gondoljanak arra a katona hősre, aki számunkra, ahogy hangsúlyoztam, a példamutatást adta örökül. És hát 150 év az gyorsan elrepült, hiszen ismertette az életét, de ön számára, mint aki kutatta az életét, mi volt az a legfontosabb pont, amikor úgy érezte, hogy igen, méltó volt a karcagiságához, hogy ilyen hős lett belőle, és hogy hősként tiszteljük Karcagon 150 évvel később? Igen, kis túlzással azt mondhatnám, hogy annyi forrást olvastam Kovács Mihály életéről, egykorú forrásokat, utóbb keletkezett forrásokat, hogy legalább annyira ismerem személyét, az ő élete pályáját, mint a tenyeremet. De ha ez nem is lenne igaz, akkor azt mondhatnám, hogy a motivációit, a gondolkodását, a személyiségrajzát valamelyest sikerült megismernem. Ez alapján azt mondhatom, hogy Kovács Mihály egy végtelenül nyughatatlan személyiség volt, akit az élet soha nem tudott tartósan egy helyen megkötni. Emiatt volt sikertelen a magánélete egyébként, és emiatt volt annyira sikeres a katonai pályája, hiszen képes volt mindig tovább lépni, mindig magasabb pozíció felé mozdulni.
Végső soron én úgy gondolom, hogy Kovács Mihály életében talán azok a pillanatok a legfényesebbek, amit ő maga a saját élete kudarcaként élhetett meg, hiszen egyébként, amikor az ellenséges szolgálatból a porosz királyi hadsereg a II. Nagy Frigyes szolgálatából hazatér 1760-ban az osztrák birodalomba és így közvetve a magyar királyságba, akkor őt letartóztatták és hazaárulás vágyával, mint idegen hadseregben szolgált magyart, ugye felségárulással vádolták meg, és a kihallgatásakor is ebben a lehetetlen, ebben a védhetetlen pozícióban is büszkén hivatkozott arra a német vallatóknak, hogy olyan nagykunsági, karcagújszállási, református nemesi család sarja, amelynek alapelve volt a becsület, és ő nem hazaáruló. Egyébként ez a vád alól fel is mentik utóbb is a bécsi vizsgálóbíróság ártatlannak, sőt ítéli, sőt nyugalmazott őrnagy jelöléleléptetés kap, ami bizonyítja, hogy ez a személyiség, ez a maga korában is egy kuriózum volt, és akár a példamutatás, akár a becsület, akár a nyughatatlanság jegyében, de nagy dolgokra volt hivatott. A nyughatatlanságot én inkább ilyen kitartásnak mondanám, aki kitartó volt abban, hogy elérje a célját, amit kitűzött. Én azt gondolom, hogy a mai fiataloknak is ez lehet példa, hogy mindenképpen vigyék végig a kitűzött céljaikat. Szívből kívánom, hogy így legyen. Én magam is egyébként általános iskolai éveimet itt töltöttem a Kovács Mihály általános iskolában. Nagyon büszkén gondolok vissza ezekre az időkre. Büszkén gondolok vissza akkori tanáraimra egyébként, akik segítették, egyengedték a pályáimat. Én úgy hiszem, hogy most is kiváló tanári kara van akár ennek az iskolának, akár a környékbeli iskoláknak, és a mai helyi fiatalok is legyenek ilyen nyughatatlanok, és sosem találjanak nyugvópontot, mindig próbáljanak sikeresebbek, ügyesebbek lenni az életben, hiszen valamilyen szinten erről szól a modern életmód. Hogyha ebben egy picit is példamutató Kovács Mihály személye vagy életútja, akkor úgy gondolom, hogy már megéri ezt kutatni. Zárta szavait a történész, majd Györfi Lajos szobrászművész, Fabrici Kovács Mihály huszár ezredest ábrázoló emlékművénél az önkormányzat nevében Szepesi Tibor polgármester, Sári Kovács Szilvia alpolgármester, a KMBT-je nevében Plósz Csilla, a KIAMI intézményvezetője és dr. Pintér Zoltán Árpád, a Kunszövetség nevében Rózsa Sándor jegyző és dr. Pintér Zoltán Árpád, a Kátai Gábor kórház nevében Nagyné László Erzsébet főigazgató, Nagy Attila és dr. Lakatos Linda, majd a KIAMI vezetése, a Kovácsos Gyermekekért Egyesület nevében Lukács Csaba Zoltánné elnök, és a Karcagi Nagykunbajtársi Egyesület nevében Rab János nyugalmazott őrnagy koszorúzott a Nagykun Honvéd Banda játéka alatt. Díszsorfalat a Kovács Mihály huszárbandérium huszárjai álltak. A tavasz kiemelt fecskevédelmi időszak, és nem lehet eléggé hangsúlyozni mind a parti fecskék, mind a molnár fecskék védelmének fontosságát, hiszen a fészekrakás, a fiókák biztonságos kiköltése a biztosítéka a fennmaradásának és remélhetőleg a fajok egyedszáma növekedésének is. Az ügyésznek lehetősége van a természet és a környezet védelmével összefüggésben közérdekű keresetet indítani a jogsértő tevékenységtől eltiltás és az okozott kár megtérítése érdekében. Megyénkben az egyik legnagyobb fecskepusztulást előidéző ügyben a Jászlanykun-Szolnok megyei főügyészség felperesként 2020 májusában, miután az elkövetőt büntetőeljárás keretében a bíróság már felelősségre vonta, keresetet nyújtott be a szolnoki törvényszékre egy teljes parti fecske költőtelep megsemmisülése okán. Tiszabura belterületén egy nagyobb területű homokos földdepóban 2017 tavaszán parti fecskék költőtelepet alakítottak ki, melyben összesen 301 pár védett parti fecskepár költözött. A perbe vont férfi tudta, hogy a földdepóban parti fecskék fészkelnek, ennek ellenére 2017 júniusában egy homlokrakodó munkagéppel a földdepónak abból a részéből, ahol a költőüregek voltak, 14 köbméter földet lebontott és elszállított. Ezzel a földdepó egyik oldalán lévő költőtelepet teljes egészében megsemmisítette és elpusztított legalább 274 parti fecskét. Mire a természetvédelmi tájegységvezető odaért, már csak a megsemmisült költőtelep és a fészkeiket riadtan kereső fecskék látványa fogadta. A költőtelep lerombolása idején a fiókák már kikeltek, a költőtelep az etetési fázisban tartott. Az ügyben felhasznált szakértői vélemények rámutattak arra, hogy a parti fecskék elmúlt évtizedben tapasztalható drasztikus állománycsökkenése drámai hatással van a faj populációjára, így minden egyes fészektelep pusztulása, pusztítása veszélyezteti a faj állományának fennmaradását. A főügyészség keresetében a védett állatokra vonatkozó természetvédelmi jogszabályokat sértő tevékenységről való eltiltást kért, valamint, hogy az okozott kár, azaz 13 millió 700
ezer forint megfizetésére kötelezze a bíróság a telepet leromboló férfit és munkáltatóját. A szolnoki törvényszék ítéletében eltiltotta az alpereseket a természetvédelmi jogszabályokat sértő tevékenységektől, ugyanakkor a kártérítés mértékét különös méltánylást érdemlő körülmények folytán mérsékelte, így csak 6 millió 850 ezer forint megfizetésére kötelezte őket. A főügyészség a kártérítés mérséklésével nem értett egyet, ezért fellebbezéssel élt a szegedi ítélőtábla felé, így az ügy még nem fejeződött be jogerősen. Az ítélőtáblán idén nyáron lesz az ügyben tárgyalás. A Jászlajkun-Szolnok megyei főügyészség 2021. decemberében újabb keresetet nyújtott be a szolnoki törvényszékre egy turkevei férfival szemben, mert a férfi a harmadik emeleti lakásának erkélye fölötti ablakpárkányról egy, az ablak fölötti párkányról pedig kettő molnár fecskefészket vert le. Összesen 12 védett molnár fecske fióka az erkélyre esett, ahonnan a férfi a fiókákat a fészkekkel együtt leseperte, ledobálta az erkélyről. Az esés következtében 6 fecske fióka elpusztult. Ebben az ügyben lakossági bejelentés alapján értesült a természetvédelmi őrszolgálat az esetről. Az életben maradt fiókákról a Hortobágyi Nemzeti Park igazgatóságának munkatársai gondoskodtak. A fecske fészkeket leverő férfi természetkárosítás büntette miatt büntető eljárásban is marasztalták. A főügyészség a keresetében kérte a természetvédelmi jogszabályokat sértő tevékenységtől való eltiltást, illetve hogy a férfi a 6 fecske fióka eszmei értékevel egyenlő 300 ezer forint kártérítést fizessen meg. Ebben az ügyben még nem született első fokon ítélet. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Médiacentrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!